Május 20-án ismét megtelt Rákos Csaba főtere, hiszen a Rákos Csabai Közösségi Ház idén is életre hívta a Miénk a tér elnevezésű családi napot Rákosmente önkormányzatának támogatásával. A rendezvényt Horváth Tamás polgármester nyitotta meg, aki egyebek mellett kifejtette, fontos szerepet töltenek be a 17. kerület életében a mostanihoz hasonló közösségi események. Nagyon jó rendezvények készülnek itt, és köszönöm ezt a vigyázó Sándor Művelődési Ház dolgozóinak is, hogy minden évben ezt itt megszervezik nekünk itt Rákos Csabán. Ugye a lokál patriotizmus nagyon erős, és ezért is fontos az, hogy a kerület különböző részein, ugye 5 településből tevődik össze Rákosmente, mindenhol fontos, hogy egy ilyen rendezvények szülessenek, hiszen egy kicsit a lakóhelyünk környezetét, de egymást is könnyebben meg tudjuk így ismerni. A program összeállításakor a fő szempont az volt, hogy a legtöbb korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, mondta el Hámori Tímea, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ és tagintézményeinek igazgató helyettese, aki hozzátette, délelőtt főként a gyerekeknek szóló műsoron vehettek részt az érdeklődők. Délelőtt folyamán bábszínházi előadással kezdtünk az Aranyszamár Bábszínházzal, majd utána saját iskolás óvodás csoportok és saját csoportok bemutatói zajlottak folyamatosan a színpadon, és egy kutyás bemutatóval zártuk a délelőtti programot. A rendezvény keretében a zenés-táncos színpadi produkciók mellett térprogramokra egyaránt sor került. A helyszínre több egyesület és civil szervezet is kitelepült, a gyermekek pedig lovaskocsizást és különféle játékokat próbálhattak ki egyedül vagy szüleikkel. Délután a pódiumon a tánccsoportok szórakoztatták a közönséget, köztük a Fricska táncegyüttes, akik 2014 óta számítanak a világ leggyorsabb néptáncosainak. Ezt követően Virág Mihály Rákos Csaba önkormányzati képviselője szólt a megjelentekhez, aki beszédében egyebek mellett megköszönte a szervezők, illetve a fellépők munkáját, és felidézte a program létrejöttének körülményeit. Néhány éve, amikor ez a tér elnyerte a mostani formáját, megpróbáltunk kitalálni valami olyan közösségi napot, ahol a régi, hagyományos Rákos Csabai falusi búcsúnak a hangulata előjöjjön. Én úgy gondolom, hogy a búcsút követő fél évszázaddal a mai kornak és a mai viszonyoknak megfelelően sikerült összehozni egy ilyen közösségi építő, csodálatos napot. Az idei rendezvény a The Sign zenekar fellépésével zárult. A 2014-ben Miskolcon megalakult együttes, egyszerű garázsbandaként indult, viszont az elmúlt évek alatt egy díjnyertes és folyamatosan koncertező formációvá nőtte ki magát. Ezúttal pedig saját dalaival érkezett Rákosmentére. Alapvetően nagyon szeretjük ezt a felállást, amikor ilyen vegyes a generáció, ugyanis a mi zenénket is így általában a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki szokta szeretni. Ez nekünk egy jó visszajelzés, mert akár merre megyünk, nincs az, hogy akkor most szedjünk olyan dalokat, ami ide nem való. Szóval az a repertoárra jövünk, ahova egyébként bárhova máshova. Ez a mi saját repertoárunk, 2 lemeznek a tartalma. A szervezők elmondták, családi eseményük a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is szép számú érdeklődés mellett zajlott le. A programról készített bővebb összefoglalónkat nézőink Kaleidoszkóp című magazinműsorunk június 2-ai adásában tekinthetik majd meg.